Helytörténeti kvízzel folytatódott a városvetélkedő. Összesen 6 tatai csapat versengett egymással ma délelőtt a Német Nemzetiségi Múzeumban. Mai napon egy olyan feladatsort igyekeztünk összeállítani a gyerekeknek, illetve inkább ilyen vetélkedőt, amiben egyrészt a honés népismeret tudásukra alapozunk, a tata történetével kapcsolatos ismereteikre, illetve hát a német betelepítéssel kapcsolatos kérdéskör, ez a három tematika, amire kidolgoztunk nekik kérdéseket, illetve ahhoz, hogy ugye ne unják el magukat itt egész nap, és mindig csak a kérdésekre válaszoljanak, ezért belecsempésztünk néhány olyan játékot, aminél azért szintén próbáltunk például a fejem való teherhordással, vagy akár a kell majd nekik különböző tárgyakat is megkeresni a kiállításban, lehetőséget adni, hogy ők maguk is kipróbálhassák ezeket az életmódban fontos szerepet játszó mindennapi tevékenységeket. Ugye a tegnapi napon kvázi megérkeztek a hajókkal, a tegnapi állomások során, és akkor a mai napon pedig be kell rendezniük a háztartásukat az odaillő tárgyakkal. Ezt nyerik el a kérdések megválaszolásával. Ők a Tata tantárgyat 5-től tanulják, ebben már sok minden belefért, meg amikor jöttek a feladatok, akkor a neten, az egész vetélkedő a neten ment, tehát ők ott önállóan meg tudták oldani. És mikor kezdődött az, hogy készüljünk fel erre a versenyre, akkor aztán a néprajzi lexikonból, a Tata tankönyvből, honis népismeretkönyvből, akkor igen, akkor már le kellett ülni és gyakorolni, meg beszélgetni. De hát ez az egész egy 2 hét körülbelül, ami intenzívebb készülést kívánt. Nagyon szeretik, nagyon élvezik, minden évben harc megy azért, hogy kijöhet a csapatba, és most is, a tegnapi nap is nagyon tetszett nekik, különösen a csónakázás a tavon, meg a agyagozás, mindegyik nagyon élvezik mindig, és ezt is a úgymond szóbeli vetélkedőt, ezt is élvezik és szeretik. Úgyhogy ez a múzeológusoknak köszönhető, akik mindig jó feladatokat állítanak össze. Észre se veszik, hogy mennyi tudást kell ehhez előadniuk. Az első csapat jutalma egy egyhetes nyári tábor, ahol a népi mesterségeket ismerhetik majd meg. A második csapat a Szentendrei Szabadtéri Múzeumban tölthet el egy napot, míg a bronzérmesek a budaörsi tájházban vendégeskedhetnek egy napig.